Jó estét kívánok, háttérkép, Balos Imre, Magár László, jó estét az uraknak. Jó estét, Legyünk hihetetlenül aktuálisak, ha már itt ül minden pénzügyesek Isten császára, az én Imre barátom. Ugye, most nagyjából két napja azon rugózik a szeretve tisztelt ellenzéki sajtó, próbálom összefoglalni. Kósalajos, 4 milliárd eurót 1200 milliárd forintnyi eurót ide tett be, odautalt, diszponált fölötte, rendelkezett felette, befektette, államkötvényt vásárolt belőle, megbízták, közjegyző, aláírás, ez megy. Számlát nyitottak azért, hogy legyen, ez, Értéka valahova legyen, ez, elhelyezve, stb az a helyzet, hogy ebből az egészből semmi nem igaz. De a semmit a szó szerint kell érteni. Kérlek szépen, Imre bácsi világ, homályosíts fel minket, hogy amúgy pedig, ha igaz lenne, akkor is, akkor, is miért nem lehetne igaz? Hát ugye először is, gondolom a nézők jó része tudja, hogy egy rövidebb időt, egy negyed századot töltöttem a bankrendszerben annak a nagyobb részét a jegybank területén, annak is a forgalmasabb részén, ahol tényleg dollármilliárdokkal dolgozgattunk, meg kereskedelmi bankban, investment bankban. Tehát egy. Kijelenthetem, hogy Magyarországra a büdös életbe egy összegben ekkora pénz még nem érkezett. Ez az első kijelentésem. Mi a lenne, le... ha érkezne? Hát nincs olyan jogcím, ami alatt ekkora összeg érkezne, esetleg, az IMF átutalás, amikor feriék felvették a pénzt. De egyébként normális kereskedelmi üzlet. Második. Bocsáss meg, még kicsit, hogy bíbelégyünk itt. 1200 milliárd forint. forint. Az, Euró. Igen. Számoljunk forintba. 1200 milliárd forint az nagyjából az éves magyar költségvetés hanyad része. Annak körülbelül 6-7 százaléka ez az összeg, 17-18 ezer milliárd körül van a éves költségvetésünk. 6-7 százaléka, de a szektorálisan mondanám, akkor a honvédségnek 4 éves költségvetése. Tehát az összes katona 4 évig ezért gűrízik, tolja a tankot előre-hátra, repülő, röpdő, stb. Na most a második, azt mondták, hogy egy magyar Hát nem is nagy kereskedelmi bankba toppant be ez az összeg. Most, ha ez így lenne, méretét tekintve szétrombolta volna annak a kereskedelmi banknak a mérleg főösszegét, mert magában egy ekkora összeg egy kisebb, sőt közepes méretű magyar bank mérleg kiteszi. Tehát akkora változást hozott volna ott, hogy a management szerintem halálra ijedt volna magától a hírtől. A harmadik, ha ez igaz lenne, ez olyan összeg, hogy egyrészt a nemzetközi terrorizmus, másrészt a titkosszolgálatok igen aktív érdeklődését keltette volna föl. Nem csodálkozom. ha me futalja. Krisztin Lagardnak csak elhitték volna. De kell hogy nem a terroristák ügyét. Egyébként. Gondolom egyébként én pedig, de közben. nagyon, nagyon érdeklődnének, hogy hitték honnét van. is kiindította ezt az összeget. Ott lenne egy halom zsandár egymáson hasalnának, azt lesnék, meg azt a bankot, aki indította. A másik, a, illető nem akarom a Magyar Bank nevét kimondani, mert nem a reklám helyes sem az ellenreklámi, a másik ennek a banknak a bejáratánál lapulnának, a harmadik pedig Kósa Lajos lakhelyét szállná meg, szerintem a világ összes titkosszolgálta, egyenroha nélkül, egyenruhába, stb. levegőből, földből, rakétából, kis ibolyának álcázva. Tehát az egész egy akkora baromság, viszont hát jellemző ugye a magyar alliberális sajt, hogy ez, ez pörgettethető pörgethető. Na, hoax, Ennyi. ugye? Így hívják. Tehát ez, 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 ez ja, ez ennek az egész kérdésnek kizárólag csak uh, uh, média szempontból, tehát ugye kommunikációs szempontból van jelentősége, de hát ugye az utóbbi évek médiaelméleti diskurzusa szinte kizárólag erről szól, hogy fake news, tehát ugye a hazug hírek, a hoax, a urban legend, tehát a városi legendák és a többi, tehát hogy, hogy hogy teremt mítoszt magának az egyre bizonytalanabb káoszba süllyedő emberiség, ez is ennek a mitológiának egy része. Tehát Derűs mosolyjal kell szemlélni, aztán egy idő után elfárad, mert ugye jön majd újabb szenzáció, és akkor majd az újabb szenzációval foglalkoznak. De derűs és elnéző, azért tegyük hozzá szánakozó mosolyjal kell inkább letekinteni, a derék, akkor hagyd ne mondjam, a híres hírportálokat, akik persze csámcsognak. Nekik ez azért fontos, persze, ezt azért tegyük hozzá, mert a szellemileg a jelek szerint nem túlságosan érett publikum, azért ennyit mondjunk el, mert aki ezekkel a kérdésekkel 20 másodpercnél többet tölt el, azért az, az mondjuk semmiféleképpen is komolyan is gondolja, hogy ennek van valamiféle alapja, az szellemileg nem igazán tekinthető hát, felítés. És az, azok fizetik, viszont mert szellemileg ezt se tudja felfogni. Szegényke, hogy, hogy ő fizeti azokat a gigantikus reklámköltségeket, amit azért fizetnek, mert akkor mondjuk ő is a között a három millió között van, aki rákattintott, vagy, vagy figyeltet. Ez, ez a gond. Tehát drága feleim, azért tudjátok róla, hogy mikor kattingattok, akkor valójában euh, Zuckerberg és a többiek, vagy a Facebookon csósájátok ezt az egészet, akkor Zuckerberg az elmúlt két évben 50 milliárd dollárról, az viszont valóságos dollár, 50 milliárd dollárról 78 milliárd dollárra növekvő magánvagyonát szaporítjátok ezzel. Igen. Csak ennyi. Hát ha már Facebook, örülök is, hogy szóba hoztátok, mert a következő témán kapcsán nem fogjuk kihagyni a Facebookot sem. A következő témánk pedig... Bécs közbiztonsága, legyen ez egy ennyire egyszerű téma, jó? Ugye a kiinduló pont mi is volt, az volt, hogy Lázár János merészelt egy videót készíteni Bécsben, ahol merészelte azt mondani, hogy Bécs bizonyos kerületeiben, hát bizony a migránsok miatt romlik a közbiztonság, piszok van, kosz van, és a helyiek nem túl boldogok. Mm. Kitört a parazdja, Facebook levette, mm. visszarakta, mindenki elmondta a magáit, ballépsik össze-vissza hazudoztak ide-haza mint a népek meg minden cikk alá odaírták, hogy a Lázárnak igaza van, de hát a legtöbbet az ügyér, ha úgy tetszik, és nem túl profán ez egy tragédia sorozat után, a jó Isten maga tette, ugyanis egy hét alatt négy darab. Mégiscsak nagy rendező migránsok által elkövetett késes merénylet történt az osztrák fővárosban. Nézzünk is meg egy kis összefoglalót erről. A 23 éves afgán férfi egy vendéglőből kilépő családra támadt, egy házaspárt és leány gyermeküket kaszabolta össze. Később egy csecsem férfit is leszúrt. Az afgán ámokfutó kihallgatása során tagadta, hogy politikai, vallási okokból akart gyilkolni. Annyit mondott, hogy agresszív hangulatban volt és kilátástalan élete miatt kezelhetetlen dühöt érzett. A tettesről kiderült, hogy egy kiutasított menedékkérő, aki feltehetően Magyarországon is áthaladt még 2015-ben. Azóta két másik késelés is történt. Az egyik esetben két bevándorló vitatkozott össze, és egyikük késtrántott, majd leszúrta a másikat. Az iráni nagykövet rezidenciájánál pedig egy osztrák férfi rontott késsel az őrre, aki végül agyonlőtte a támadót. Ugye a kis imént látott összeállításunk némi korrekcióra szorul. A iráni nagykövetség előtt posztoló, osztrák rendőrt megtámadó férfi, az nem, nem es egyszerűsége, osztrák férfi volt, hogy egy klasszikust idézzek, egy lószart mama. Ez egy egyiptomi csávó volt, és azóta, mióta ez az összeállítás elkészült, történt még egy. Incidens, akkor megint egy afgán próbált meg egy osztrák rendőrt Bécsben kirángani a rendőrautóból, és Persze. összeverni. Hál' Istennek ott a rendőr szintén, csak úgy, mint a, a iráni nagykövetség előtti, aki ugye agyonlőtte a támadóját, nagyon helyesen. Ez a, ez a, helyes megoldás, ezt szögezzük is le, és a másik rendőr is használta a megfelelő eszközöket, és ártalmatlaná tette azt az állatot. És vasra verte. Gyerekek! Szóval azért mondom, hogy a jó Isten intézi az ügyeket olykor, mert miközben csúcsra járották azt a vakert, hogy Lázár hazudik, és Bécs a legtutibb hely a világon, és ott az ég a világon, semmitől se kell félni, egy hét alatt négy. És a négyből, hogy mindjárt az elsőhöz visszakanyarodjunk, ugye az az afgán állat, aki azt mondja, hogy agresszív hangulatban volt. Mm. Ezért leszúr. Megértheted. Egy ilyen. komplet családot az apa, egy orvos, Kóros, osztrák orvos, de. mai napig élet-halál közt lebeg. A feleség egy 17 éves lány, aztán elmegy a saját Csecsen drogdíleréhez, azt is megkéseli. Szóval gyerekek, csak ezt a mondatot idézném föl még egy pillanatra, hogy ugye agresszív hangulatban voltam, és ezért csináltam, mondja ő. Ugye viszonylag jogosnak tűnik a kérdés, hogy mikor lesz a, mondjuk a osztrák társadalom olyan agresszív hangulatba? Mi kell még ahhoz, hogy az osztrák társadalom olyan agresszív hangulatba kerüljön, hogy ezeket kitakarítsa? Azért, bocsánat, beszéljünk legelőször is arról, ha már a Facebookot, mert ugye annak kapcsán kanyarodtunk ide, hogy mindez azért történhetett meg, már mint Lázár János egyébként nagyon szelíd, szelíd és visszafogott értékelését levették a Facebookról, mert hogy, és itt a dolog lényege, súlyosan sértette az emberi jogokat. Tehát tetszik érteni? tehát a szóval álmokfutóknak pusztító, tényleg a rákos búrjázásra emlékeztető iszonyatnak, amit ez a idevezényelt migráns tömeg jelent Európára nézve, annak az emberi jogait védeni kell, annak a helyi társadalomnak az emberi jogait, viszont aki csak szeretné tovább élni a rendezett életét, azt a legsúlyosabb mértékben diszkreditálni kell. Tehát nem, nem csak, hogy elfogadni, nem, hanem, hanem azt úgy kell értelmezni, mint súlyos támadást az emberi jogok ellen. Na most szóval, tehát ez, ez számomra, ha már az afgán arra hivatkozott, hogy, hogy rossz idegállapotban van, valóban nem lenne nagyon meglepő, hogyha igen rövid időn belül a tisztes európai polgárok abszolút döntő többsége nagyon-nagyon rossz idegállapotba ideg ideg kerülne, kerül. de ez azért nem volna szerencsés, azért ezzel együtt is, ugye adom a szót nyilván neki is van véleménye arról, hogy az idegállapotot hogyan próbáljuk valahogy rendezett keretek között tartani, de azért nem volna szerencsés, mert mi van akkor, hogyha ennek az egész bevándoroltatási iszonyatnak pontosan az a célja, tehát ez egy, ez egy permanens európai polgárháború, tehát ha úgy tetszik, egy globális európai Európai Polgárháború kirobbantásának és permanens, iszonyatos pusztítással, a rend teljes szétverésével járó polgárháború kiprovokálásának a legcélszerűbb módja. És abban az esetben is el kell -e fogadnunk azt, hogy provokáltak minket, na, no, akkor robbantsuk ki, tehát mi is járuljunk hozzá a polgárháború kirobbantása. Még mielőtt ez megtörténik, érdemes lenne néhány nagyon alapvető dolgon elgondolkodni, remélhetőleg sor is kerül majd rá. Hát én úgy gondolom, hogy az osztrák társadalom jó részt már ezt ugyanúgy érte, hogy a Laci elmondta. Ezt a pressze nem éppen mondjuk azt, hogy konzervatív beállítottságú lab megjegyzés rovataiból lehet kiolvasni. Az egyik azt írja, hogy hát még csak néha, majd naponta, majd naponta több is, és hova vezet ez? A, általában nem adják a nevüket az emberek nyugaton az ilyen megjegyzések, ilyen kódmarhaságot találnak ki, de az egyik e, arisztokrata származik, egy gróf adta a nevét is hozzá, az azt írta, hogy mit csináltatok ti a gyönyörű Ausztriánkból? Ezek miféle állapotok? Ez egy európai köztársaság csupai kérdőjellel teszik fel. Tehát a kérdés megfogalmazása legutóbb Olaszországban már a választal sem, hogy mondom, maradtak adósok, mert valaki begurult, az piff levelődözött azok közül négyet, aki azt a kislányt ugye földrabolta. Föld Tehát idáig nem kéne eljutni, de úgy tűnik, hogy, az uralkodó, még mindig Nyugat-Európában többségben uralkodó balliberális elit azért ezt még nem vette fel az agendába, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, hanem tovább hagyja a hüleséget. Majd most meglátjuk, hogy Olaszország merre fele fordul, nagyon lényeges lesz. Ausztriában meg hát én sajnálom őket, mert most, amikor éppen úgy néz ki, hogy jó irányba mennének, még nő ez a nyomás, és plusz én is ideges vagyok, el kell mondjam, mert ha távolabb vannak ilyen dolgok, persze az ember kellő, hogy mondjam, sajnálattal tekint rá, de hát Bécs itt van, hát egy másfél óra alatt ott vagy autóval, ugye? Te most elképzeled, és Bécs meg Pest között azért van némi hasonlatosság, hogy ez már még pillanatban ide is beérhet, és nem kezel rihegni, röhögni, ahogy úgy itt teszik sokan, ha-ha-ha, mi van, hát nem lét. Most legutóbb a sólyom. Nem láttátok azt a videót? Hát azt mondja, hogy nem létező démonokkal küzdünk, meg, meg én még ezt ilyet nem is láttam. Persze. a költözzünk ki a köztársasági ellenőrikből az unokáival együtt. Hát a neki, neki egyébként biztosított Majd... magas állami nyugdíj. És... Több, hogy és... egy magánügyel is zaklassalak benneteket, meg a kedves nézőket. A múlt héten abban az úszodának az öltözőjében, ahol 22 éve járok minden nap, két liberális szociológus azért kezdett lökdösni, mert hogy én milyen zagyva, hülye, primitív, usító, fasiszta szövegeket nyomok az EHO TV-ben. Csak hogy tudjuk, hogy azért lélektanilag én be van gyűrűzve. Által. Igen, 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 igen. Ez útart. történt, igen. Igen, csak ennyi. Én nem tettem ugyan feljelentést, mert. Minek? Végülis halálosan nem fegyegettek meg, csak csak lögdöstek mindössze. Tehát, szóval azért, és tetszik érteni, tehát a, ez a két neves liberális szociológus, tehát a, a bevándorlók, a Derek jó bevándorlók lelki egyensúlyának helyreállítása érdekében próbáltak ugye, engem rábírni arra, hogy ne beszéljek Kérje itt a Jó, jó szóval, tehát egyre érdekesebb fordulatokat majd arra azért megkérlek adáson kívül, ugye nekem elmondott, hogy ki volt az a kettő, jó? Köszi. Jobb, ha én tudom. Hát nem árt. Nem Több árt, nem tudnak róla. A Facebookra visszatérve, eh, Nem tudom, hogy mikor lesz. A világ érett arra, vagy lesz-e egyáltalán valaha, hogy szembenézzen valóságosan azzal, hogy a Facebook az micsoda, és hogy mit, mi szabadult rá. Az amúgy is nyugodtan mondhatjuk, minden identitást szép lassan elveszítő társadalmakra. És hogy azt a maradék, ha még egyáltalán van valamiféle összetartó társadalmi szövet azt hogyan teszi zárójelbe és kérdőjelezi meg ez a szörnyeteg. Amiről egyébként egyre több számos megalkotója, alapítója, résztvevője, működtetője vállalja névvel, arccal, hogy mit hozott létre is szórja a hamut a fejére. Az elmúlt hónapokban nem egy és nem két ilyen önvallomást és interjút lehetett olvasni. Ugye most egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a Facebook nevezetű borzadály, ez úgy döntött, hogy a magyar választási kampányba is beavatkozik. És ennek a beavatkozásnak a mondjuk legszembetűnőbb része például az, hogy el, mindent eltüntetnek, amiről azt gondolják, vagy ami valóságosan kormánypárti, Bocsánat, Lázár János a jéghegy csúcsának a csúcsa hát volt. Persze, tehát több százezer embernek a normalizálás irányába tett lépései persze. törlik el pillanatok persze. alatt. Én kizárólag a kampány miatt hagytam magam rábeszélni, hogy legyen most egy Facebook oldalom, ami mindenféle dolgokat meg Egy hét alatt elég szép karriert futott be, közel 6000 követőm lett, meg stb. stb szembesülök vele, meg jelzik nekem, hogy emberek, akik bármilyen általam oda föltett tartalomhoz hozzászólnak, pozitívan, azt gyakorlatilag automatikusan a Facebook letörli. Te nincs benne semmi, sem migráns, se gyűlölet, se semmi. Automatikusan törlik, csak azért, mert személyemhez vagy a kormányhoz lojális és pozitív ö, megszólalásokat Tesznek föl. És amikor mondjuk ez a szerencsétlen marha. Ö, azzal fenyegetőzött a Facebookon, hogy mesterlövész Puskával agyonlő, és többen beírtak jelezvén a Facebooknak, hogy ezt nem kéne leszedni, hogy itt valaki másiknak a meggyilkolásával fenyegetődik, és azt a választ kapták, hogy ez nem sérti a Facebook alapelveit. Úgy, ahogy ne. nem. Na, akkor én szívesen. Ez sem belefér sem. a liberális az Hétköznapi Mark... kommunikációs rendszerébe. Valószínűleg Mark Zuckerberg alapelveit se sérteni egy gany és yeah. disznógany és yeah. szívlapát. De ettől ez még elképesztő, hogy itt, itt mi van. Elképesztő. Tudni, ez, ez van. Ez van. Persze, hogy van. Is. Hát ennek következtében. De amit az imént mondtál, hogy mi magunk tápláljuk. Hát ezt is. Hát a Facebook ellen egyetlen egy harcmodon. Harc Kikapcsolom, le. Hogy nem. Hogy azt nem. mondom, hogy viszontlátásra. Amikor Szálasz. mondjuk kétmillió ember azt mondaná, hogy lejöttem a Facebookról viszontlátásra, azt csináljátok egyedül, ez lenne a megoldás. De senki nem fog lejönni róla. Nagyon kevesen mert... Lejönnek azért páron de nem sokan. Na jó, de milyen, ennek mi a vége? Meddig lehet ezt csinálni? Jó, csak a számot kell vetni azzal, hogy akarok-e, akár szándékaim és akaratom ellenére, egy az egész emberi létezés szétroncsoló, legyilkoló gépezet aktív részvevője lenni. Tehát sajnos ez ilyen, most nem mondani neveket, meg tévét, úgy is tudja mindenki, hogy miért kell leülni mondjuk három is fél millió embernek a legpusztítóbb, legmocskosabb tévésorozatok és valóvilág, meg egyéb pusztító és embertelen? Miért kell? Miért kell feleim? Miért kell, hogyha egyébként az ezzel kapcsolatban vélemény nyilvánító többség is azt mondja, hogy foly, de úgy dorítom, úgy bam, de akkor miért? Akkor miért ülsz le? miért tartozol abba a 3-4 millió emberbe, aki, akire hivatkozva kapják a, a 10-20-50 milliárd forintos reklámköltségeket. Ezek a televíziók meg Zuckerbergnek a, a vagyona így hízik két év alatt 50 milliárdról 78 milliárd dollár. Akkor miért kell ezt csinálni, feleim? miért nem lehet szembesülni azzal, hogy azért, mert nagyon kényelmes nézni ezeket az agy, agy szétroncsoló sorozatokat, meg részt venni, egymás idióta baromságait össze-vissza hordozni, bocsánat, a, Facebook, a, a kevés számú kivételnek a Facebookon, megosztani folyamatosan ilyen hoaxokat, mert egészen bizonyos vagyok benne, hogy, hogy egyébként jobb sorsra érdemes emberek százezrei is megosztották például azt is, amiről az imént beszéltünk. Tehát miért kell? Eljött, eljött az a pillanat, ahonnan nem babra megy a játék. Tehát mindenkinek, mindenkinek számot kellene vetnie azzal, hogy nem babra megy a játék. És nem vigasztalhatja magát senki, és nem hivatkozhat senki arra, hogy jó, de hát ez ugyan, hát ez egy ártatlan játék. Csak nem, abszolút nem ártatlan játék. Ezt pontosan azért hozták létre magát a Facebookot is, meg ezt az egész rendszert, hogy az emberiség, és itt a dolog lényege, saját magát gyilkolja le. És nem lesz mentség amikor elérünk ahhoz a kritikus ponthoz, és nagyon közel vagyunk hozzá, semmiféle mentség nem lesz arra, hogy ja, de én azt hittem, hogy ez csak egy ártatlan játék, mert nem az. Jó, de akkor, akkor miért nem mondjuk ki, hogy ha az emberiség így döntött, és ezt csinálja, akkor meg is érdemli. Igen, ez hát a lényeg, van, ez a summa. Azt Csak azt kapjátok, érdem. kedves amit feleim, érdem. akik amit ezzel foglalkoztak, amit érdemeltek. Tehát ne csodálkozzatok, hogyha eljön majd az a pillanat, és utána már lehet sírdogálni azon, hogy ha tudtam volna, mert tudtad, tudod most is. Jó. Akkor vidáman és jókedvűen evezzünk át a második témakörünkre. Ez egy kicsit szikárabb és talán egyszerűbb téma gazdaság következik, és próbáljunk meg egy bő 20 perc alatt valamiféle összevetést tenni egy 2002-től 2010-ig tartó ciklus gazdasági teljesítménye és mutatói, illetve egy 2010 és 2018 közötti ciklus gazdasági folyamatai és mutatói között, hogyha kérhetem erre a tanult urakat. Hát én, te, én azt kezdem, hiszem, de... hogy utána az idő rövid, én a két ciklus közötti lényeges gazdaság filozófiai eltérésre utalnék. Mert ezen keresztül le lehet aztán mindent vezetni. Ugye a 2010 előtti, ö, többször meg is létődő módon a rendszerváltás után, amikor visszajött a baloldal, a filozófia úgy hangzott, hogy a Magyarországra települő külföldi gazdasági aktorok érdekeit kell kiszolgálni, és a politikai uralkodó establishment őtőlük megkapja ezért azt, amit megérdemel, itt a megérdemelt pozíciókat, megérdemelt, ha éppen nincsenek kormányon, egyetemi katedrát valahol. És természetesen a pénzt is offshore helyeken, és aztán, ami marad itt, azt majd elosztjuk, illetve ha kevés marad, akkor azt mondjuk, hogy a piac, hát a piac az ugye borzasztó. Ezzel szemben ugye a 2010 utáni pedig azt tűzte ki célul, hogy amit értéket létrehozunk Magyarországon, annak, ha lehetséges, mennél nagyobb hányada maradjon itt bent, jusson el a különféle néprétegekhez, megfelelő politikák is kísérletében, beleértve a magyar állami költségvetést is. De most a kettő nyilvánvaló célrendszerét tekintve elképesztően ütköznek, ugye? Tehát ne, nem is véletlen, hogy kialakultak ez így be a politikai viták, hát amikor ugye azt az új gazdaságpolitikát, mi a francnak is nevezték el hirtelen, unorthodoxnak, ugye? Unorthodox úgy utálom ezt a kifejezést, hogy elképesztő egyszerűen, a hátamból sózik tőle. Un-ortodox, mert az lenne az ortodox a helyén való, amit ők eddig csináltak, mert Már, ők mondják. Mert látjuk, hogy az Mert ők hasz. mondják, az az ortodox. A sikert sikerre halmozott. Sikert sikerre halmozott. Éppen azért nem kellett volna, mert ez egy eleve mérgezett fogalom. Vannak olyan szavak, amelyeket azért nem célszerű használni, mert nem lehet jól használni. Persze. Akármennyire is megszületett, tartózkodni kell a használat. Mindegy. Szóval akkor ugye ebből az volt, hogy az országnak egyrészt a nagy úgynevezett makrópénzügyei a legnagyobb bajba voltak. De? A költségvetés hiánya, éves hiánya folyamatosan túllépte a normális mértékeket, nem a három százalékot, annak a háromszorosa is volt a hiány. Növekedett az eladósodás, a kamatokat az egekbe tartották, e és az inflációt fint. pedig nyomták a népnek, mert ugye az infláció az mindig a szegények adója. Tehát az mindig a fogyasztót viszi el. És munkanélküliség. Ugye, hát a munkanélküliség az 12 százalékra. Ez volt stát, az ortodox. Ez, ez volt az ortodox, ez volt a kóse. Ezen rajtót a, a templi. Nos, ezt követően, ugye, megváltozott a helyzet 2010-ben óriási nemzetközi ellenszélbe és hazai balliberális média ellenszélbe, Alig tudott a kormányzat megmozdulni. Emlékszünk arra, Laci által említett nagyon helyesen pénzügyi fegyverekkel küzdöttek a drága haz ellen, bemutatták, hogy meg tudják bolondítani a tőzsdét, meg tudják bolondítani a forintot. Igazándiból nem egy bonyolult dolog. A forintnak a fölrántása adott esetben, mit tudom én, 30, tehát az euró főrántása 30-40-50 forinttal, 200 millió euró. Hát mi az ezeknek semmi? Az viszont már beindít olyan folyamatot, amikor az ember maga ellen cselekszik. Tele van a nadrágja, ugye? Azt hiszi, hogy a porintjából nem lesz semmi, és ugyanazt az utat követi, ami tovább romtja a helyzetét. Mondjuk átváltja euróra. Engem megkérdeztek annak idején derék Boros úr, mit csináljunk? Hát látjuk, hogy a forint romlik. Két verzió van most maguk berondnak a bankba, kiveszik a pénzt, vagy át, vagy a, a, vesznek érte eurót, beteszik ott kint a határ túlsó oldal, aztán mikor megnyúlik a helyzet, akkor kiderül, hogy jó 20-25 ot buktáztak. Maradjanak, üljenek a fenekükön. És ez bejött, és meg is köszönték. De? Mert ezt akarták kiváltani. Mert ugye pillanatnyilag szabad az átváltás. Tehát Zsolti bemegy a bankba, aztán vesz magának eurót. Senki nem kérdezi tőle, hogy miért, meg hogyan. Ha van forint, van euró. Vagy beteszek 4 milliárd eurót. Hát beteszed a Lajostó kész külcsön. mert ugye ő neki teljes jogosultság van. Erre a, a pénzre, hát nem, nem hülyéskedik. Na tehát akkor ez egyébként egy csomó mindenben nyilvánul meg, mert ugye én, mint bevállalom ezt, hogy egy ilyen, hogy már idült pénzügyes vagyok, hát igazándiból ezt a politikát a legmélyebb boszorkány az a jegybank volt. Tehát a jegybank ezt már keverték 85-86-tól kezdve, nagyon keményen készültek ők a rendszerváltásra, nem menjünk a részletekbe, minden úgy ment, ahogy ez a balliberális brigád ezt annak idején előkészítette. Ott kellett először rendet tenni, igen ám, de hát még az előző vitéz úrnak tartott a mandátuma egy-két évig, ugye. Aztán megjött ez az új nemzeti elnök, Matolcsi, és új szelek fújnak, ő pedig gyakorlatilag szinte orkánszerű szél viharba van folyamatosan, teljesen mindegy, csinál valamit, nem csinál, pofon jobbról, pofon balról, teljesen mindegy. Miért? Hát azért, mert sikerült a kamatokat, ami ugye egyrészt húzza ki a gazdaságból a pénzt, ugye még rengeteg külföldi pénz van Magyarországon, hát azt erősen lehozni, ugye egy százalék alatt van a vezetőkamat, hát az ő számításai szerint fél. csak az államkasszának eddig közel 2000 milliárd forint megtakarítást okozott, és nem csak az államkasszának, hát az összes hitelt, aki felvesz, azok mind megtakarítanak. Na most, ha és amennyiben ugye, itt a korrupció, vaj, korrupció, rettetes. korrupció van, ugye azt tudjuk, na de bocsánat az előző korszakban nem volt korrupció, akkor még volt minden mérlek tátongó deficitbe, miért kellett állandóan elinfalátatni a jövedelmeket, ugye? miért kellett újabb és újabb hiteleket felvenni, ma meg ennek az ellenkezője folyt, visszafizettük a hiteleket, azt mégis lehet osztani ide-oda, a családpolitikára, ö, otthonteremtésre, még a védelemre is sokkal többet, ugye? stb. 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 Szóval ezek érdekes dolgok. Mindjárt folytatjuk, csak közbevetőleg és mindkettőtökhöz szól. Ugye megint friss, ropogós mai hírecske, most, hogy beszélgetünk, úgy értem a mait, szerdai, hogy Matolcsi György mi villában lakik. Hi. Hát ugye eltöprengtem, bár, hogy Annyira szívesen. Míg az előző elnökök panellakásban, 30 négyzetméteres ja. panel garzonban Pont alatt. ezt akartam, hogy ugye nyilvánvaló, hogy Matolcsi Györgynek a kis Salétra utcába a gangos Föld. körfolyósós, ott is a földszinten Föld hátul, szinten, WC persze. a folyosó végén. Ahol ott afgán drogosok ott lennének, ha a, 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 a kerítés a nem állítottam. Ez lenne a Tűcserések, tűcserések. De olyan jó lenne, hogyha ez a kis brigád, ez a kis szaladgáló kis patkányok, akik most éppen főszaladtak a Matolcsi villa elé, és ott összefirkálták a követ. De én nem nézik meg egyszer, hogy te csak kíváncsiságból, hol lakik a fedelnöke? az, az, nem érde, az soha nem érdekelt senkit. Ne hogy hol lakik a Fed elnök, hol lakik a német jegybank elnöke, de hol lakik az osztrák jegybank elnöke, hol lakik akármelyik jegybank elnöke. Miért pont a magyar jegybank elnök fáj nekik, de itt hagyd fűzzem tovább a gondolatot. Ha az, lehet, hogy mégis tudod a választ. Ha az, hogy... ha az, éppen a Matolcsi, mert például, hogyha já, a Járai, az melyik panel balakott? Ugye? A Surányi melyik panel balakott? Amikor a Járairól kiderült, hogy súlyos 10 milliókat tart offshore ban Cipruson. Akkor mi volt a vaker? Emlékeztek? De, ez az az, erődik, a izérő az ki a simorról. A simor, bocsánat. A az igen, jó igen. le, val, bocsánat. Bocsánat. Ezután a mi zsigától elnézik. De azért nem kérjük elnézést, hogy az árpolyan politikát totára elizélte. Simor, bandi, ügye súlyos 10 milliók. Hát pontosabban 800 jól. milliócskát. Igen. 800. És 800. mi volt akkor? Senki nem kérdezte hogy te honnan van? Nem, azt mondták, ez nem offshore, ez onshore. <laughs> az és azt mondták, hogy az offshore az nem baj, az az, 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 az Kifejezetten oké. Így. Ezek, érted, patkányék, akik most följárnak a Matolsi villához, imádták, hogy 800 milliója van offshore számlán a Simornak, azt se tudták, hogy védjék meg, az nem Mert számít. ez is azt jelenti, hogy milyen jó az pénzügyi is, milyen, hát remek, hát van 800 misie, érted, egy offshore számlán, ami nem baj. Miközben nem, világ beosztott, optimi... alkalmazott volt, nem optimi... vállalkozó. Adó optimalizálás. optimalizálás. Ki adó. Na ezt csak úgy közbevetőleg gondoltam megjegyezni, hogy csak hogy... tudjuk, tudjuk, tudjuk. Uh, mielőtt tovább haladunk összehasonlítván, és mindjárt Lacinak adom meg majd a szót, de Nézzük már meg egy rövid összefoglalás keretében, hogy a magyar miniszterelnök miképpen is summázta az ország gazdasági ügyeit. Szerintem minden magyar vállalkozónak fontos, hogy a következő kormány gazdaságpolitikája a magyar vállalkozások érdekeit képviselje. Ennek alfája és omegája, erről beszéltem itt ma, a nemzeti függetlenségünk megvédése. Én azt kérem önöktől, hogy segítsenek megvédeni Magyarországot, segítsenek megvédeni a szuverén magyar adópolitikát, segítsenek megvédeni a külföldi érdekektől és befolyásolástól független kormányzást. Önökön is múlik, sőt, önökön nagyon is múlik, hogy idegen politikai és gazdasági érdekeket képviselő bábkormány vagy független nemzeti kormány fogja vezetni Magyarországot. Naciám, ez azért viszonylag egyenes. Igen, beszéd. igen ez Nézzünk mögéje, hogy a reáliákban mit jelent mindazon mondatok összessége, hogy egy független magyar érdekeket szem előtt tartó nemzeti kormányzás versus egy külföldi érdekeket szem előtt tartó és végrehajtó kormányzás. Mit jelent ez akár a igen. A miniszterelnök az Egy. adópolitikát, tehát itt felsorolhatnánk valószínűleg 70 dolgot. De egy konkrét adatot, amire egyébként ugye néhány adással előtt ennek a bizonyos piketének, ugye ennek a francia sztár közgazdásznak egy közép-európára vonatkozó táblázatát megnéztük, és abból világosan kiderült, amikor Orbán Viktor tulajdonképpen végül is ugyanezt mondta el a 2010-es választás másnapján is egy nemzetközi sajtókonferencián, hogy a rendszer megbukott. Tehát a rendszerváltás rendszere, mármint a 90 és 2010 között működő rendszere megbukott, és azért bukott meg, amire most is hivatkozott, mert valójában a globális pénzhatalmi rendszer szimpla kiszolgálójává váltak azok, akiknek éppen hogy az ellenkező lett volna az érdeke, hogy ami függetlenséget. A feladata, nyilván egy a feladata, feladata lett volna, így van, nem az a, hogy, Hát jó lenne egyszer megérni, nyilván ugye és mégis mozog a Freud, tehát ez, ez, ez nyilván azért volt része, mert úgy gondolom, hogy jó lenne egyszer egy olyan korszakban élni, amikor az érdeke is az lenne minden politikusnak, hogy hogy valóban a szó legnemesebb értelmében a saját emberi közösségén szolgálja, mert a saját emberi közössége rövid úton megszabadul tőle, hogyha nem ezt teszi. Egyszer jó lenne majd egy ilyen korszakban. Arra felé megyünk, csak még elég göröngyös az út. De visszatérve, egy, amire a piketék is felhívták a figyelmet, egy olyan összefüggést mindenféleképpen ide kell idézni, ami leírja ezt az egész folyamatot az, hogy az egész térséget valójában legyőzött ellenségnek tekintette a szabad világ, ez most már evidencia, tehát egy, egy vér nélküli harmadik világháborúban győzelmet arató globális pénzhatalmi rendszer kifosztható, szabad prédának tekintette ezt, a, ezt azért rögzítsük. Hát nem ezért hadis bukott meg. Ugye? Ez, de a hadis arc valójában két ágon futott, ezt is jó néhányszor elmondtuk az Imrével együtt, tehát két szivattyút szereltek rá a magyar társadalomra, az egyiket már Fekete János még a 70-es években, ugye ez a kamatszivattyú, ami, ami az adóság, kamat az eladóság árfolyam. kamat és Igen. árfolyam szivattyú, a másik pedig a profit szivattyú, tehát hogy ide látszólag ugyan befektetni jöttek a legkülönbözőbb nyugati globális, multinacionális cégek, de valójában ezt is jó néhány adattal alátámasztottuk, lényegesen többet vittek innen ki, mint amennyit egyébként a saját itt tartózkodású költségeiként mi kifizetünk. Tehát az első időszakban csak a befektetéseken nagyjából 30-60 milliárd dollárt bukott a magyar társadalom. Vagyis magyarán szólva ennyivel többbe került nekünk azoknak a feltételeknek az előállítása, amit itt a multik élveztek, mint amit itt a munkabérként, illetve az államnak adóként kifizettek. Tehát nettó 30-20-60 milliárd mi dollárt hogy amióta Piketty ezt hivatalosan, és azóta ez hivatalos igévé vált. Így van. De ugyanakkor... Szabadon most hogy mi most azért, hogy volt mozgástér, azt mutatja a legjobban, ugye Piketty elemz... Pikettyék elemzéséből is az derül ki, hogy átlagosan a térség nemzeti jövedelmét körülbelül 12%-kal terhelték meg ez alatt az idő alatt. Ez azt jelenti, hogy kamatként és árfolyam veszteségként, tehát hmm. kamat és árfolyam fegyverrel, az eladósítás miatt, illetve a profit, profit. fegyverrel, átlagosan a nemzeti jövedelmek 12 Ez a, ha úgy teszik, birodalmi hadisarcnak, ahogy az Imre mondta, a birodalmi hadisarcnak Nyolc lehet adván. minősíteni. Nyolc Igen. Ez, pont ez, ez, még, Nyolc ez még bizonyos értelemben véve akár elviselhető is lehetett volna, de figyelemre méltó, hogy még Szlovéniából és Csehországból ennek alig több, mint a felét, tehát kb. 7%-át vontak ki. Magyarországon volt olyan év, amikor 22%-át és átlagosan is megközelít a 20 ot 18-19 ot Tehát, tehát látható, hát hogy a, mondom, mozgástér, a, ideje, a mozgástér, a mozgástér arra hogy Magyarországról körülbelül háromszor akkora arányú volt ennek a jövedelem kétágú jövedelem a szívás intenzitása, és azért valakinek rá kellett szerelni a magyar társadalomra ezeket a szivattyúkat. Valakinek üzemeltetni kellett ezeket a szivattyúkat ebben az első húsz évben, és valakinek, ha már voltál szíves hivatkozni ezekre a, igen, szóval a média, az, azokra a média személyiségekre, akik, akik például az afgán Ámokfutók lelkiállapotának épségét sokkal fontosabbnak tartják, mint sok millió ember hétköznapi rendjének a, a megtartását. Valakinek működtetni kellett azokat a hazug médiagépezeteket, amelyek úgy állították be, hogy ez minden létező világok legjobbika abban a húsz évben, és abszúbb legyen mindenki, aki a legcsekélyebb mértékben is bírálni merészeli azt, ami a rendszerváltás rendszereként az első húsz évben felépült. Erre tett kísérletet or Bán Viktor, aki nem csak bírálta 2010-ben a választások másnapján, meg persze abban a választási kampányban is világosan elmondta, ugyanezt egyébként, következetes, mert 8 év elteltével abszolút ugyanezt mondja, és ez a 8 év tökéletesen őt igazolja, mert a, erről az átlagos 20%-ról, vagy 20%-ot megközelítő szintről kevesebb, mint a felére, tehát 8-9%-ra ment ki, ami közeli, ment le ez az érték, ami közelít a legjobban teljesítő, mondjuk Szlovénia, vagy Csehország értékéhez. Ugye ez azt jelenti, ha lefordítjuk az összegeket, hogy a magyar gdp GDP, úgy utálom ezt a szót elképesztő, de néha kiszalad a szám, körülbelül 10 milliárd euró, akkor most itt marad. Igen. Nem oda, ez... hanem ide. Tíz. Az azért már szép pénz. Ami azért bír Na sokatnak. ebből, az ebből az, lehet, az csak háromszor annyi, mint amit a Lajos elszakott. Az, az az két kósa, az két hósa, hósa. A, kósa, a kósa az három hétvégén elveri. Na kérem szépen, akkor most tekintsük át, ugye, hogy egy csomó új politika megnyílt, a társadalom gozdolik, a bérek emelkednek, a nyugdíjak emelkednek, a munkanélküliség megy lefelé. Mit veszíthetünk? mert rövid az időnk, ha begyön a migráns. Mert tegyük az aktuális képbe azt, hogy hát már az idén benyomnának ide egy tízezret. Én elfogadom a soros pajtásnak a számítását, aki azt mondja, hogy hát urván olyan 9-10 ezer euróba kerülnének fejenként, mert ugye 12 hónapra elosztod, lakás kell, felszerelés kell, minden nyavaja, az ugye kapásból 100 milliárd egyből. 9. Ez 10 ezer eurót forintos is, de úgy értik a... Ja, igen, 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 Az azt jelenti, hogy ha beszorzom a 10 ezerre, meg átszámom a forintba, persze. gyorsabban számolunk, mint kegyedék a bölcsőskarom. Az azt jelenti, hogy... <laughs> az azt jelenti, hogy 100 milliárd körül összeg. De, de nem csak erről van szó. Képzeld el, micsoda hatalmas uh, hátul és előről történő rugdosást kapnánk, ha mi azonnal nem fogunk hozzá a családegyesítésekhez. Na most azt se tudjuk, hogy kik jöttek először is, mert ott van egy csomó. Az ENSZ azt mondja, nem is számít. Nem számít, mindegy. Az ENSZ szerint olyannyira nem számít, ne tévedjünk, az ENSZ most azt készül elfogadni, hogy a migráció alapvető emberi jog legyen. Na most, <coughs> efele törekednek. Akkor azt mondom, nagyon szerényen számoljuk minden migrancsra négy további nagyon szerényen számoltam, az 50 ezer. Azokra is ugye ez a 10 ezer euróra, az 500 milliárd francsi, az több, mint egy éves honvédelmi költségvetés. Na most pontosan azt a jövedelem töbletet vinné el, meg még annál többet, következő évben jönne a következő 10 ezer, amiből ezeket a politikákat tápláljuk, ami miatt a magyar nép kezdi magát úgy érezni, hogy hát a világon nem biztos, hogy mindig nekünk kell, hogy a legrosszabbú menjen. Ezeket a politikákat romokba küldeni. Mert ugye nagyon nem tudsz elvenni az egészségügyi rendszerből, az oktatásból, tehát vannak annyira sok fix költség, amiből el tudsz venni idézőjelbe azok azok a töbletek, amiket odaadtál azokat szépen kis és középvállalatok támogatás, családok, szociál családok politika, szociális ellátás, és így Valamelyik előre megmondta. Szél Bernadett kiállt, és megmondta, hogy csok nem lesz. Nem lesz csok, hiszen az értelmetlen. Továbbá az építőipart erősíti hát ez, ez önmagában ez Nagy baj. Ez a nagy baj, mert sajtász, a legjobb növekedési nem lesz. faktor. Lesz. Családi adókedvezmény nem lesz. Na most, Semmi akkor tovább lesz. mondanám, és nehogy azt higgyék a vidéki fele, fele baráta, a meg, adódás, És megint, aki 200 ezeret keres havonta, már gazdag lesz. Leveszünk Attól egy 30 35 ezeret. Persze. Na most, ugye? de nehogy azt higgyék a vidéki kedves feleinknek, hogy ez adott esetben, ahogy tanult kollégám mondta, Budapest... Andris utolsó azt mondta, hogy rengeteg pénzbe fognak kerülni, például meg kell élezni nekik naponta a késeket, Így majd azt is az állam. Úgyhogy a vándor köszönősöknek. <laughs> <köszörűsödnek, Köszörűsödnek>. <híl> egy mondatot mondjak, nehogy <hí> azt higgyék vidéki feleink, hogy ez majd mind Budapestre zúdulna be, egy nagy francot. Hát nincs itt annyi hely. Itt szépen a megyei jogú városok, ahol vannak, hogy mondjam, önkormányzati lakásállomány, vannak üres laktanyák, ez szépen oda kiterülne. Tessék ezzel megbarátkozni a gondolattal. Nincs ezzel lehet, számodra a, a férfiak lesznek szülesek szakállat növeszteni, a nők ezzel pedig lehet. iszonyú sebességgel ezeket a... Burka. Lehet csinálni, csak akkor majd, mikor majd mindez rög valóság. De lesz, akkor már is lesz. Lesz. Na ez a helyzet. Köszönöm urak a részvételt. Az lejárt az, az időnk. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Messzire ne szaladjanak hiszen utánunk mindjárt a híradó következik, velünk pedig a jövő héten a szokott időben találkoznak. Viszontlátásra!